Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékezők! Amikor államalapító István királyunk egy adott pillanatban hátradőlt és azt mondta magában, megvan, akkor biztosan nem úgy gondolta végig a nép a jövőjét, mint ahogyan az alakult. Én nem tudom, hogy volt-e ilyen pillanat István király életében, de feltételezem. Ilyen lehetett az mondjuk, amikor a pápa koronát küldött, vagy amikor legyőzte Koppányt, vagy amikor érkeztek a hírek, hogy a magyarok tömegesen veszik fel a kereszténységet, vagy amikor ő először mondta ki azt, hogy Magyarország. Valóban biztos vagyok abban, hogy István nem számolt azzal, hogy a tatárok végigdújják a Kárpát-medencét, és szinte újra kell majd alapozni a hazát. Akkor nem gondolt arra, hogy 300 évvel később kihal az Árpád-ház, és nem hiszem, hogy gondolt volna Bécs megerősödésére, az Anzsukra, vagy a Habsburgokra, meg arra, hogy 500 éven keresztül idegen szívű uralkodók fejére teszik majd az ő szent koronáját. És szerintem nem gondolt arra sem, hogy 1000 évvel Magyarország megszületése után megpróbálják megfojtani, és Trianonban felszabdalják a hazát. István legrosszabb álmaiban sem gondolt arra, hogy egykor lesznek majd horvát Jelasicsok, román Avramjankuk és cseh Edvard Benesek, akik Magyarország széttépésében és a magyar emberek fizikai elpusztításában lelik kedvüket. Nem gondolta, hogy lesznek Benes dekrétumok, deportálás, kitelepítés és lakosságcsere csak azért, hogy a magyarok eltűnjenek 1000 éves szülőföldjükről, mert hogy ezt a földet idegenek kinézték maguknak. És arra sem gondolt szegény István király, hogy szeretett magyarjainak egy részéről úgy fog beszélni egykor egy szomszédos külügyminiszter, hogy a magyarok bizony nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az ő hazugságokon felépített pukkancsországában. Egy szóval azt kell mondjam, István királynak nem állt szándékában megoldani a mi problémáinkat. Neki 1100 évvel ezelőtt azokat a lépéseket kellett megtennie, amit akkor tőle várt el az Isten, és amit megkövetelt a magyar nemzet akkori érdeke. És mi most azért állunk itt, azért emlékezünk, emlékezhetünk, mert István király megtette ezeket a lépéseket. Pontosan tudjuk, hogy nem volt könnyű azt elérni, hogy őseink letegyék a sámándobot és felvegyék, megértsék, befogadják a keresztet, bizony nem lehetett könnyű feladat. Pontosan tudjuk azt is, hogy vér is tapadt az államalapításhoz, a sajátjaink vére. Mert István a Belviszályt és a polgárháborút is vállalta, ugyanis látta a célt és átlátta a lehetőségeket. Előbb említettem, hogy ő nem akarta megoldani a mi problémáinkat, de mégis valami olyat tett, ami megoldás lehet nekünk is. A kereszténységre alapozott ország kisebb vagy nagyobb alapterülettel, de 1100 éve létezik. Magyarország él, és a magyar nemzet is él. Itt vagyunk egy idegen nyelvű és kultúrájú közegben, szlávok és germánok gyűrűjében úgy, hogy a honfoglaló magyarok 250-300 ezren lehettek, ez a történészek becslése, hogy Mohács időszakában a 16. században, ugye 1526-ban vagyunk, 4-4,5 millió volt Magyarország lakosainak a száma, csak halkan jegyzem meg, hogy ekkora volt ez időtájt Anglia is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején 10 milliós volt az ország, amelyet addig nem csak tatár és török pusztított, hanem megtizedelt a pest is, és ki tudja még hányféle járvány. És ma 15 millió magyarról beszélünk szerte a világban. Szerintem ez is István királyhoz és az államalapításhoz kapcsolódik. Pedig nem országról vagy államról beszélek, hanem a nemzetről, a magyar nemzetről.
mert hogy a nemzet is ugyanazon az alapon forrott ki a hajdani törzsszövetségből, mint amilyen alapon István király országot, államot emelt. És ez az alap a kereszténység. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Nos, ez az idézet nem István királytól való, hanem Pál apostol írta le ezt a Korintusiakhoz címzett első levelében, de nyugodtan mondhatta volna István is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha a múltba nézünk, akkor a megmaradásunk titkát egyértelműen a kereszténységben fogjuk megtalálni. Nagy kérdés számomra, hogy lesz olyan bölcs és egyben bátor a mi magyar nemzetünk, és főleg annak vezetői, tájainkon a mi vezetőink, hogy ne kész megoldásokat keressenek a múltban, hanem a módszert, a technikát, a filozófiát, a titkot emeljék át, ami már 1100 esztendőt bizonyított. Hitem szerint a múltunkat és a jelenünket, azt, hogy vagyunk, a kereszténységünknek köszönhetjük. István király jó alapozásának. Van-e valakinek jobb ötlete a jövőnket illetően? És hiszem, hogy Isten szeret minket, magyarokat, és bennünket, felvidéki magyarokat is. Az államalapításhoz olyan fontos fogalmak is kapcsolódnak, mint a haza és a nemzet. A haza kérdésében mi egy kicsit bajban vagyunk, mert jelen pillanatban számunkra a haza nem egy országot jelent, nem az állampolgárságot, amit megfélemlítő rendelkezésekkel akarnak távol tartani tőlünk a Ficók, a Matovicsok, meg a Korcsok. Ezt az utóbbi szót ugye mi értjük egyes számban is. Szóval a haza számunkra valami lelki fogalommá nemesült. A lelkünkben él, a hitünk tőszomszédságában. A haza számunkra 100 éve egy remélt és óhajtott állapot. A nemzet viszont él. A magyar nemzetnek részei vagyunk, ezt bizonyítja itt a mostani megemlékezésünk is. Erre lehet építeni a holnapunkat, István király módszerével. Azzal, hogy újra elkezdjük komolyan venni az Istent, a hitet és a kereszténységünket. Tudjuk jól, hogy István annak idején úgy rendelkezett, minden 10 falu építsen templomot. Ennek a rendelkezésnek, amiről bebizonyosodott, hogy jó volt, meg kell találnunk a mai megfelelőjét. Nekünk azt hiszem már nem kő vagy tégla tornyos épületekre van szükségünk, hanem belső, lelki építkezésre. Az 1000 évvel ezelőtti templomépítések nagy feladatát át kell tennünk az ifjúságunk körébe, elsősorban az iskoláinkba. Pedagógusainknak legyen nagy feladata, hogy a gyermekeink lelkében magyarul építsék fel a tartást adó magyar keresztény identitás lelki templomát. A papjaink és lelkészeink nagy feladata legyen, hogy keresztény és igei válaszokat tudjunk adni a ránk bízottak kérdéseire a 21. század nyelvén. Az orvosaink, jogászaink, mérnökeink nagy feladata, hogy közösségben is gondolkodjanak. És minden magyar testvérünk szent kötelessége kellene, hogy legyen, hogy szeretettel erősítse a mellette álló magyar embert. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jelen realitásából kiindulva, nekünk végig kell gondolnunk és el kell döntenünk, hogy kinek akarunk megfelelni. Ez egy lényegi kérdés. Annak a látásnak akarunk-e megfelelni, amelyik nemzetbiztonsági kockázatként tekint ránk, és leplezve bár, meg elsumákolva a tényeket máig háborús bűnösnek tart? Vagy annak a Szent Istváni látásnak akarunk-e megfelelni, amelyik azt üzeni ma is, hogy Isten segítségével, Krisztusba vetett hittel lehet belőlünk is újra közösség, összetartó nemzetrész és erős nemzet,
amelyik megérdemli, hogy Isten újra egy hazát adjon neki. Elmondom másképp. A döntés úgy áll, hogy a megtűrtséget eredményező megfelelni akarás gyáva megalkuvó útját választjuk-e, vagy a sokkal nehezebb és küzdelmesebb utat, amit István király óta minden ősünk járt, azért, hogy megmaradjunk és gyarapodjunk, hogy itt lehessünk mi is, és egykor itt állhassanak majd unokáink is, ennél az emlékműnél, tudván, hogy miért hajtanak fejet István király emléke előtt, és miért tartoznak ők is hálával a mindenható Istennek. Nos, erre a kérdésre valamennyiünknek lelkünk mélyén kell választ adnunk. De biztosak lehetünk abban, hogy ha Isten mellett döntünk, akkor ő is kiáll mellettünk. Meg van írva, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Isten éltessen, magyar haza! Köszönöm, hogy meghallgattak.